Miklósnak ekkora nagy kiállítása, ilyen szép feldolgozásban, elrendezésben nem volt. Úgyhogy ez tényleg egyfajta, hogy mondjam, úgy példát is ad, hogy talán így kéne kiállítást rendezni. Habár 25 évig voltunk jó barátok, kitüntetett a barátságával, de most látok először ennyi Jakobovics művet együtt, és a kurátorokat dicséri, hogy nem csak a festőt mutatják be, ugye neki a festészet volt az alap motivuma, az alap műfaja, hanem itt van az ő szerteágazó, rendkívül kvalitásos művészetének a leágazásai is, a rajzai, a frottázsai, az asszamblázsai, a kerámiái, a szobrai. Amit itt látunk, az egy picin kis töredéke az életművének, és valójában ezáltal, hogy úgy tanulmányoztam ezeket a munkákat, hogy utána olvastam, hogy alkalmam volt a műtermében járni, ott látni azt a kontextust, ahol megszülettek ezek a munkák, igazából rá tudtam érezni ezeken a munkákon keresztül az ő emberi mi voltára is, arra a melegségre, amit én személyesen nem ismertem őt, viszont amit a kollégái beszéltek róla, tehát hogy egy hihetetlenül pozitív és egy ember közeli valaki volt, valójában ezek a munkák sugározzák. Jakobovics Miklós kiállítást csinálni a Székelyföldön, ez egy nagy adósság volt eleve. Azon kívül nekünk különösen az EMÜK, az Erdély Művészeti Központnak, ő úgy szoktuk nevezni, hogy a atyánk. Tehát ő az, aki valamilyen módon Erdélyben például velem is levelezett, de többekkel, sok mindenkivel szorgalmazta, hogy egy hasonló intézmény létrejöjjön. Tehát már ezért is tiszteletet érdemelne, de nem akarom elterelni a művészetéről a figyelmet, mert éppen azt szeretném, hogy a művészetére figyeljenek. Ő volt az egyik legmélyebben európai, és egyben erdélyiségében is, érzelmileg is, és elkötelezettségben is egyik legjelentősebb művész, aki ezeket az identitásokat felvállalta, mindazonáltal, hogy még volt egy sajátos identitása is, az örménysége. Ráadásul maga a művész, a született művész, tehát az, aki eleve úgy nőtt fel, hogy egy színházi festőműhelyben a festékekkel gyerekkorában már megismerkedett, és mindig is művészetet csinált. Inspirációk, az nagyon meghatározta őt az induláskor és a továbbiakban is, és az örökség is, a géneken keresztül őrli örökség is nagyon erős volt, mert az édesapja, aki autodidaktaként volt díszlettervező és díszletkivitelező, elképesztő tehetség volt. Érződik, hogy nem volt alkalma, szerették volna kiküldeni, tanulni Olaszországban, de nem sikerült, a zavaros idők, a háborúk, nem. És akkor ő mégis a színházban a festéstől kezdve szobrászatig mindenféle műfajt megvalósított, ha kellett, monumentálisba, ha kellett, bármilyen méretbe, szóval elképesztő, és ezt örökölte Miklós. Már a családban, hogy egyfajta tartást és becsületességet, saját magadra való elvárást, ezt a családból hozta magával. És úgy valahogy ez úgy felerősödött benne. Amit kiadott a kezeik közül, azok ezt a komolyságot, ezt az elmélyültséget, ez az érzelemterített finomságot, szeretetet,
tisztosságot, és sorolhatnám a pozitív jelzőket, ezt adja vissza, és ezért nagyon nagy érték számunkra. Én egy nagy kiállításon láttam az ő munkáját, nem ismertem, én még nem jártam az egyetemre, építészeti technikumban jártam Nagyváradon, az ottani művészeti szalonban volt kiállítva, volt a nagyváradi szalon, és azon két munka volt, ami engem nagyon megfogott. Az egyik ki van itt állítva az első teremben, egy rajzbakon ül egy gyermek és festeget. Annyira meglepett ez, hogy az egész szalonnak a hangulatából kilógott, és kérdeztem a barátnőmet, hogy ezt kifestette. Hát Jakabovics Miklós, nem ismered? Bemutatom én neked. És akkor, hogy mondjam, sem megismertem. Ennyi. De később a művészet még jobban összehozott bennünket, hogy különleges kiállításokat rendeztek Bukarestben. És volt egy nagyon szép Henry Moore kiállítás, ami akkor exotikumnak számított, akkor én már egyetemista voltam, és az egyetemista kollégákkal gyerünk, megyünk Bukarestbe Henry Moore-t nézni. Hát csodálatos kiállítás volt, és akkor olyan nehezen jutottunk hozzá információkhoz, albumokhoz. Hát Henry Moore letaglózott bennünket az újszerű gondolkodásra, a feszítő erő, a csodálatos szobrai, amiket ott látunk. És úgy éreztem, hogy le kell írjam ezt az élményt, és én el fogom küldeni valakinek, akinek esetleg felhívom a figyelmét. Hát ez Jakabovics Miklós volt, hogy elküldtem neki. Elment ő is Bukarestbe, és megnézte a kiállítást, és utána leveleztünk. Mert őt is annyira megérintette ez a dolog, és valahogy a közös élmény, ez volt nagyon érdekes, hogy aztán a levelezésből további barátság és házasság lett. Hatottunk egymásra, de azt szerettük, hogy külön műteremben dolgozunk, főleg én. Hogy én szerettem a csendet és az abszolút ráfigyelést, mert nagyon sokféle anyaggal kombinálunk a kerámiában, és általában azt szeretem, hogyha teljes csend és van körülöttem. És őt nagyon megihlette a kerámiában, az az érdekes, hogy nyit az anyagok felé, és nem csak a kerámia anyagok, hanem mindenféle anyag felé, mert aztán a kísérletezésekkel, én is társításokkal érdekes hangulatokat lehet kihozni. Őt is ez kezdte izgatni, és a képeibe is belevitte ezeknek a hangulatát, majd bizonyos tárgyaimról sorozatot festett, interpretálva és teljesen átértékelve, hogy átvette esetleg a formát, és színbe szabadjára engedte magát, és szóval egyfajta vizuális dialógus volt. Úgy érdekelte maga a forma, az a kicsi piros kép ott például egy nagyon korai munka, amit teljesen absztrakt képnek vehetünk, de közben a realitásból indul ki, a ceruza egyezésből alakuló kis játékos kunkorodó formák. Tehát, hogy párhuzamosan csodálkozott ő a forma és a szín lehetőségeire, mint önmagukban lévő expresszív eszközökre. De a megrázó élménye neki az volt, mikor már olyan 40 éves korában sikerült végre kijutni külföldre, és nagy múzeumokban kortársművéssel élőbe találkozni. És akkor neki az volt az érzése, hogy ő ne mesélje a groteszk és másfajta ábrázolásmódon keresztül a történéseket, azt írja le, mert nagyon jól tudott írni is. Írja ki magából, és a színnél hagyja, hogy a szín uraljon, létezzen, éljen. És akkor kezdett úgy jobban, hogy a szín titokzatossága, a szín és anyag titokzatosságára ráfigyelni. De párhuzamosan mindig felbukkantak, visszajöttek figurák, vagy éppenséggel úgy érezte, hogy megint vágyik a figurálitásra, vagy
az ecsetkezelés adta intimitásra. Úgyhogy hogy ezek úgy nagyon összekapcsolódnak, és az ő munkásságában a színprobléma és a figuratív megoldásoknál is nagyon mély színmegoldások és színhangulásokra törekszik. Az elvontaknál ugyancsak nálam mindig a keresést érezzük, és hogy valahogy a munka teremtve van, hogy empatikusan ő lemegy olyan mélységekbe, és átérez csodálatos dolgokat és hangulatokat, és akkor a megteremtésnél, ennek a hangulatnak a kivetítésénél viszont kézbe tartja, hogy egyszerre a beleélés, de mégis a kontroll is. Van valami nagyon, nagyon finom szűrő, amin átmennek ezek a dolgok. Tulajdonképpen, amikor egy kiállítást rendezek, akkor mindig az egy tanulmány is. Tehát az ember nézi a képeket, válogat, rakosgatja innen oda, egymás mellé párosítja, és olyan dolgok derülnek ki, ami azelőtt is eszébe juthatott volna az embernek, pofon egyszerű dolgok, hogy ott van egy 68-ban festett képe, a hangszerek, és az tulajdonképpen az, amit ott felvet, azok a formai, de főleg szín problémák, azok végigkísérik az életét. A fémszínek, ezek izgatják, azok a színek, amelyek adottak a természetben, amelyek örökérvényűek. Fiatalkori munkákon ilyen visszafogottabb földszíneket használ. A második periódusban már úgy látszik a különböző árnyalatoknak a kibontása, a nüanszoknak a szépsége, tehát a kékeknek, a vöröseknek, a sárgáknak, az arany és az ezüst különböző vetületei, és nagyon érdekes, ahogyan az anyagot használja, ahogyan közelít az anyaghoz. Nagy szerepe volt ebben Jakubovics Mártának, mert hát ő kerámikus művész, és Miklós tulajdonképpen általa ismerkedett meg a kerámia művészettel, a rakó technikával, amelynek én úgy érzem, hogy a szellemiségét átviszi a kép tárgyaiba is. Érdekes az, hogy az anyag használata szempontjából mondhatjuk azt, hogy ezek folyamatművek, tehát a folyamatművek azt jelenti, hogy a művész engedi az anyagot dolgozni, akár elporladni, akár megromlani, akár hát elengedi a maga útján. Nagyon jól érzékeltetik ezt a másik teremben látható vödrök, ahol a korróziónak, meg a rozsdásodásnak a folyamatát érezzük ezeken a munkákon, és ugyanakkor az időtlenség, amit sugall, tehát az anyag élete, az anyag munkája az időben folyik le, tehát érzékelteti ezt az időt, ugyanakkor a formáknak a statikussága az pedig az időtlenséget sugallja. Tehát ebből a szempontból ilyen nagyon érdekesek és paradoxálisak. Azt lehet érezni, hogy minden anyag, amit bevisz, az ilyen érzelmekkel, meg egy élettörténettel telítődött anyag. És a megmunkálásnak is az alaposság, ez fantasztikus. Ebből a szempontból Jakubovics Miklós ilyen nagyon
hogy mondják, így tökélyre próbálta vinni ezt a dolgot. Az alsó teremben nagyon szépen lehet látni, van három anyagtanulmánya, egyik a másik fölött, és ott lehet látni, ahogy felcímkézi, lejegyzi, pontosan leírja, hogyha a márványport összekeveri, nem tudom milyen enyvel, meg nem tudom mivel, és mennyi száradási idő után, milyen textúrát ad ki, meg milyen hatást tud kiváltani ebből. Tehát ebből a szempontból, úgy mondjam, az expresszionisták közé is lehet sorolni, tehát az anyagnak a maximális expresszivitását próbálja felszínre hozni. Ő nagyon szerette az utolsó évtizedekben hangoztatni, hogy a katalán művészet hatását. Ez egész katalán művészet, persze az európai festészet egy erős vonulata. És egy Tapi ez, akit ő akkor fedez fel, amikor kell egy kis bátorítás ahhoz, hogy eltávolodjon a figurativitástól. Az nagyon jól jött neki, de hogyha most, nem tudom, biztos vitatkoznánk, hogyha vitatkozhatnánk, és itt élne, mert Tapi ez ihlette őt, de igazán ő más volt, mint Tapi ez. Tapi ez könnyed volt, hogy mondjam, érzelmes, kinyilatkoztató, ő egy kicsit befele forduló, kicsit inkább érzelmi telítettséget, és nem ilyen, hogy rögtön szórom magamról az információt, hanem megélem, megpróbálom megfogalmazni, hogy ki vagyok, ezt átalakítani művészetté, festészetté. Szóval persze, hogy megihlette, nagyon kellett neki, és Velázquez volt az egyik legnagyobb kolorista, ezt tudjuk, a fehérek, az ezüstök, ezeket a színeket, ő is ugyanúgy kutatta, hogy lehet azokat a nüanszokat, ami közben tartalmasak is. Nagyon érdekes volt, Budapesten voltunk, Schéner Mihály egy, most már meghalt, egy idős festőnél, és Magyarországon úgy azért van egy ilyen, hogy ki melyik csoportba tartozik, meg honnan nézi a világot, akkor, amikor a művészet az egészet fogja át, nem az ideológiáik mentén nézi. És beszélgetünk az öreg mesterrel, úgy tiszteltük a munkásságát, meg élveztük, hogy miket látunk a műteremben, élmény volt számunkra. És a kis öreg járja körbe Miklóst, és akkor egy idő után megszólal, Miklós, akkor te most már jobboldali vagy baloldali? Ez egy ilyen meghökkentő kérdés, egy ilyen teszeket. És azt mondta Miklós, én humanista vagyok. És ez volt, hogy ő minden emberbe meglelte valami különleges értéket, látott. Egyrészt nem is hierarchizált, hogy most ki milyen pozícióban van. Ő a legegyszerűbb emberbe is érezte, hogy abban valami titok van, az egy különleges teremmény, és a legmagasabb pozíciótól se hatódott meg, hogy most azt is úgy vette, hogy az is egy ember, és szóval ez, az édesanyja is ezt olyan jól fogalmazta meg, hogy már látva azt, hogy ő hapüspök, akárkivel áll szóba, ő azt olyan normálisnak veszi, hogy azzal beszélget. Azt mondja, ez a Miklós olyan szerény, de mégis nem ismer magánál nagyobbat. Szóval ez egy érdekes volt, hogy valahol ő egyenrangúnak érezte magát az egyszerű emberrel, de egyenrangúnak félként érezte akármilyen funkcióban lévővel is. Miklóst úgy ismertem meg, hogy egyik barátjának a festészetével foglalkoztam, Sükös Ferencével, aki
aki egy kötörő szülők festő gyereke volt, és évfolyamtársak voltak. És az nagyon érdekes, az fogott meg, hogy milyen nagy szeretettel és bámulattal tudott beszélni a kollégájáról, hogy az milyen zöldeket fest, hogy az utánozhatat. Hát az nagyon ritka a művészeknél, amikor a másikért tudok rajongani. És ez a barátság kölcsönös volt, sokkal korán halt meg, de én ezen keresztül ismertem meg Miklóst, és utána barátságot kötöttünk, leveleztünk, találkoztunk, és akkor mindig arról beszéltünk, hogy hogyan kéne ezt az erdélyi művészetet most egy kicsit idegen szóval promoválni. Tehát hogy lehetne ezt, hogy lehetne először is kihozni ezt a lelkületet, megvalósítani, és ezt az értéket elfogadtatni a világgal. És erről beszéltünk szinte mindig. Nem a saját festészetéről beszélt, hanem az erdélyi festészetről beszélt, amit ő, mivel ezt nagyon fontosnak tartotta, ezt ő csinálta, és megpróbálta megcsinálni úgy, hogy az és meg is csinálta úgy, hogy az európai értékké váljon.